Csoki tojásokat kerestek az iskola kertjében a Gennaro Verolino diákjai. A szórakoztató húsvéti program a Normafa Park fenntartó és üzemeltető intézmény segítségével valósult meg, akik a Normafa Park rehabilitációja kapcsán is szeretnének együttműködni a speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó intézménnyel. Vidáman énekeltek a Gennaro Verolino tanulói a tavaszi szünetet megelőző rendhagyó délelőttön. Mikola Péter interaktív zenés műsora előtt csokoládétojások keresésével indult a nap. A gyerekek pillanatok alatt felkapkodták az édességet, és közben nagyon jól érezték magukat. A Normafa Park fenntartó és üzemeltető intézmény jóvoltából több száz színes édességet helyeztek el a nevelők az iskola udvarán. Ezzel egy folyamatos kapcsolatot szeretnénk kialakítani, hiszen nekünk nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy a Normafa tervezésénél az ötleteikkel, véleményeikkel segíteni tudnak itt a nevelők, és hát szeretnénk, hogy majd aktív használói legyenek ennek a megújuló Normafának, hiszen hozzájuk nagyon közel van ez. A Normafa Park fenntartó és üzemeltető intézmény vezetője elmondta, igyekeznek minden környékbeli szervezettel élő kapcsolatot ápolni. Igyekszünk mindenkivel, aki itt a környéken mozog, tehát környezetvédő szervezetekkel, társadalmi egyesületekkel kapcsolatot fenntartani. Így iskolával ez az első kapcsolatunk, de ezt szeretnénk fenntartani, és rendszeresen visszajárni, segíteni őket, illetve mi is kérjük az ő segítségüket azokban a dolgokban, amik jobban értenek. A Gennaro Verolino iskolával való együttműködéstől azt várják, hogy így a Normafa erdői még kényelmesebbé válhatnak mindenki számára. Az iskola igazgatója szerint is fontos, hogy a speciális igényekre szoruló, fogyatékkal élő emberek számára is vonzó legyen a környék. Nálunk az értelmi fogyatékosságon kívül halmozottan sérült gyerekeink is vannak, tehát mozgássérültek, látássérültek, és úgy gondolom, hogy ha egy olyan parkot alakítanak ki, ami úgymond fogyatékos barát, akkor azzal nagyon-nagyon sokat nyernek azok, akik itt laknak, és azok is, akik ide járnak iskolába, itt tanulnak, vagy esetleg ide jönnek föl szórakozni. Az igazgatónő hozzátette, szeretnék hagyományossá tenni az első alkalommal megrendezett tojásgyűjtést, ugyanis az ilyen különleges alkalmak rendkívül jó hatással vannak a speciális nevelési igényű gyerekekre. Nagyon fontos az a mindennapi rutin, mert ez keretben tartja az életüket és a mi életünket is, de egy-egy ilyen esemény, a várakozás, utána a megvalósulás olyan sok örömet okoz, hogy ez utána tovább visz minket a mindennapokban. A Gennaro Verolino általános iskola és speciális szakiskola, diákotthon és gyermekotthon nemrég ökoiskola címet kapott. Oktatási programjuk részeként rendszeresen szerveznek kirándulásokat a környékbeli erdőkbe, parkokba.